Szeretettel köszöntök mindenkit, és külön nagy szeretettel köszöntöm professzor Szakály Sándor urat, aki a történész és a Veritas Történetkutató Intézetnek a levéltár főigazgatója. A mai témáról annyit, hogy Gróf Telefi Pál politikus életéről fogunk hallani egy előadást, ami hát egy nagyon nehéz korszak és egy nagyon megosztó korszak volt, úgyhogy szerintem mindenki nagy érdeklődéssel várja. Megvallom őszintén, hogy van bennem egy olyan örömteli érzés is, hogy amikor Tisza István Magyar Örökség díjas lett, Magyar Örökség díjat kapott, akkor én laudálhattam Tisza Istvánnak a tevékenységét és a működését, és én azt gondolom, hogy Tisza István azon magyarországi személyek közé tartozott, akik nem csak egyszerűen politikusok, de államférfiak is voltak. És én most nem Tisza Istvánról fogok beszélni, hanem egy másik szeméről, Teleki Pálról, aki az én megítélésem szerint ugyancsak az államférfi kategóriába tartozik. Higgyék el, vagy legalábbis én úgy látom, nem biztos, hogy el kellene önnek hinni, hogy a magyar történetben, a 20. századi magyar történetben azért nem röpködtek az államférfiak, ahogy a világ történetben sem. Tehát azt valamilyen formában el kell érni, teljesítményt kell fölmutatni, és Teleki Pál az én meglátásom szerint nagyon komoly teljesítményt mutatott föl. És ha nem veszik tőlem rossz néven, én nem egy életrajzot szeretnék fölvonultatni, vagy bemutatni, mert azt megtalálják a Wikipédián, de kritikával fogadják, mert a Wikipédián sok szamárság is megjelenik. Aki ezt kezébe veszi, vagy egyetemi oktató, mint jó magam, akkor olyan dolgokkal találkozik, amelynek köze nincs a valósághoz, és amikor megkérdezem a egyetemi hallgatót, hogy ezt honnét vette, akkor jelzik, hát megnéztem az interneten, és ott volt a Wikipédián, én pedig azt mondom neki, hogy nem lenne arra lehetőség, hogy bemenjen egy könyvtárba, netán egy levéltárba, ahol eredeti dokumentumokhoz juthat. Ha visszatérve ettől függetlenül és ezzel együtt Teleki Pál személyre, azt ugye ismerjük, vagy tudjuk, 1879-ben született, ahogy számos jelentős kortársa, aki a két világháború közti Magyarországon meghatározó politikusok voltak, illetve államférfiak. Teleki Pál, ahogy abban az időben a magyar arisztokráciának szinte valamennyi tagja, vagy valamennyi család a gyermekét általában ugye otthon neveltette, vagy tanította, akkor még a nevelésnek is volt jelentősége. Ha visszaemlékeznek önök, az 1990-es években volt olyan politikai párt, amely szigorúan tiltotta, vagy tiltakozott azért, hogy nevelés is legyen az iskolában, vagy nehogy Isten az akkor még létező magyar honvédségben, most is létezik, csak akkor még katonái is voltak, nem csak önkéntesei, nevelési szándékkal is lehessen pedig. Az iskola és gyakorlatilag adott esetben a haderő is nevelő. A lényeg az, hogy Teleki Pál, aki Budapesten született, hiszen egy kitűnő, egy jómódú arisztokrata család és egy görög vonalú anyai ágon megszületett gyermek volt, az evangélikus elemi iskolába járt néha, de egyébként otthon nevették, és ahogy írják róla, és az egyik legjobb biográfiát író Ablonczi Balázs ugye írja a korabeli forrásokból, hogy a családban alapvetően németül és görögül beszéltek. Nem azért, hogy ne tanuljon meg magyarul, hanem természetes volt. Itt Teleki Pál gyerekkorában már kitűnően megtanulta németül, és egész jól értette a görögöt is, mert a családja hagyományosan azt mondta, hogy nem felejtjük el, hogy honnét jöttünk. Az elemi iskolát elvégezte, utána a pianistáknál járt gimnáziumba, oda sem ment minden nap az iskolába, mert nevelői voltak és bejárt vizsgázni. Hiszen a magántanuló rendszer, ez természetes volt abban az időben, és napjainkban is vannak magántanulók. Ha belegondolnak, azok a kitűnő sportolók, akik ennek az országnak és a nemzetnek a hírét viszik, és olimpiai bajnoki címeket szeretnek és így tovább, képtelenek lennének minden nap reggel 8-tól délután 2-ig, 3-ig az iskola padban ülni, majd utána fölkészülni a másnapi órára, és közben még 1000 és 10 órát mondjuk. Akkor nem jön neki a 24 semmilyen értelme. Tehát Teleki, amikor elvégzi ezt a bizonyos pianista gimnáziumot, érettségizik, utána a Budapesti Egyetem Állam és Jogtudományi Karára iratkozik be. De van egy érdekesség is, ami csak talán megemlítendő, hogy ki volt például az érettségében az egyik társa. Az egyik társa a későbbi 60-i Lajos, akkor még Dajcs Lajos. Az irodalom történész, a későbbi irodalom történész, a Várbéli 60-i palotának a tulajdonosa, a cukorgyárak és sok minden más lehet mondani. Tehát egy ilyen közegből jön Teleki Pál, akit egyébként már ekkor is Bólinak szólítanak a baráta és az ismerősei. A történet szerint a család egyik nem kimondottan jól beszélő sváb származású cselédje a falit nem tudta kimondani, és Bólinak nevezte, és így ragadt Teleki Pálról Bóli név, amelyet a barátai természetesen használhattak. Teleki viszonylag fiatalon
a jogtudományi vagy rámos jogtudományi kar elvégzését követően egyrészt jár a Moson-Magyaróvári, akkor még Magyaróvári Gazdászati Akadémiára, és Lóczi Lajoshoz is jár a természettudományi karra, hogy földrajzi ismereteket szerezzen. És ezért érdekes, ha belegondolnak, hogy Telekinek gyakorlatilag úgymond földrajzi diplomája nincs a mai értelemben, de tudás annál nagyobb. Ez majd aztán később a 20-as években érezhető és kamatoztatható. Ahogy akkoriban lenni szokott, Teleki is bekapcsolódik a politika életbe, országgyűlési képviselő is lesz, az első világháborúban tartalékos tisztként vesz részt, és 1917-ben már a hadigondozó hivatalnak lesz a vezetője. És akkor 1918 az említett Tisza István meggyilkolása, a Károly-féle úgynevezett őszi rózsás forradalom, majd 1919. március 21-én egy puccsal a kommunisták és a kommunistákhoz csatlakozó szociáldemokraták átveszik a hatalmat. Ekkor Teleki Pál 19-ben márciusában a tanácsköztársaság kikiáltása után, hogy nem lesz, itt szoktuk tanulni, vagy tanítani, egykoron tanították nekünk, és 133 igen dicsőséges napról volt szó. Hál' Istennek nem volt több, mint 133, a dicsőségeset meg elfelejtettük. Minden esetre Teleki ekkor Svájcba megy, és Svájcban egy rövid ideig. De amikor megszerveződnek, hogy saját maguk is használták a kifejezést, ne értsék félre, az ellenforradalmi erők, mert az volt a fölfogás, és szerintem okkal és joggal, a kumbéláéké forradalom, akkor akik az ellen fölépnek, az ellenforradalom, és az ellenforradalom szónak nem csak negatív jelentése vagy töltése van, hiszen az adott időszakban az ellenforradalom azt a pozitív jelzést jelentette, hogy adott esetben egy bolsevíki hatalomátvétellel hatalomra került társasággal szemben mennek. Amikor Szegeden létrejön a Károly Gyula vezette ellenkormány, és nem ellenforradalmi kormány, ők magukat mindig ellenkormánynak nevezik, és azért mondom a Szegedi, mert korábban Károly Gyula Aradon hozza létre az ellenkormányát, de miután ez a terület román megszállás alatt van, bocsánat a szóért, ezt a kormányt elég gyorsan kiebrudalják onnét és kiutasítják, és amikor 1919. június 6-án Horthy Miklós hadügyminisztere lesz ennek a kormánynak, ugyanezen a napon külügyminisztere lesz ennek a kormánynak Teleki Pál. És én úgy vélem és úgy látom, hogy ez az az időpont és ez az a kapcsolódási pont, amikor Horthy Miklós és Teleki Pál közeli vagy személyes viszonyba kerül, hiszen a kormányzó, a későbbi kormányzó 1918 őszéig nem nagyon van Magyarországon, és nem azért, mert rossz indulatú, a haditengerészek valami oknál fogva nem az Alföldön vezetik a hajókat, hanem a tengeren és az óceánokon, és Teleki itt ismerkedik meg igazán vagy alaposan Horthy Miklóssal, és ekkor lesz közelebbi a kapcsolata, vagy szorosabb a kapcsolata Bethlen Istvánnal, aki akkor ugye az ABC-nek a vezetője. A jelenlévők nyilván tudják, ez az antibolsevista komité, de nem vagyok benne biztos, hogy ABC-t mondanék egy bizonyos másik körben, nem mindenki a sarki fűszeresen rohanna el. Tehát az a bizonyos antibolsevista komité az, amelyik megpróbál föllépni a létező hatalom ellen, mármint a tanácshatalom ellen, és 1919. augusztus 1-ével gyakorlatilag a tanácshatalom összeomlik. Hozzá kell tenni, hogy ez elsősorban nem az ellenkormánynak, vagy Telekinek, Bethlennek és Horthynak a teljesítményét jelenti, hanem azt, hogy a román megszálló erők gyakorlatilag erősebbek voltak, mint az a vörös hadsereg, amely csak a nevében volt igazán vörös, hiszen ha megnézik, és ez egy kitérő a részemről, hogy kik voltak akkor annak a úgynevezett vörös hadseregnek a középvezető, azok gyakorlatilag azok a tisztek, akik az 1930-as és 40-es években a Magyar Királyi Honvédség kiemelkedő vezetői lettek, mondok néhány nevet, nem ismeretlenek a jelenlévők körébe: Jáni Gusztáv, Nagy Vilmos, Csatai Lajos, Vörös János, Nádai István, Szombathelyi Ferenc, Vert, Henrik, Szójai Döme. Ezek 19-ben vörösök voltak. Nem színükben és szívükben, hanem a hadsereg nevében. És amikor 1919. júniusában hisznek annak, hogy az Antant majd ezt és ezt teszi velük, mikor visszavonulnak a felvidékről, a visszafoglalt felvidékről, akkor ezeknek a tiszteknek a döntő többség ott hagyja a vörös hadsereget. A román hadsereg győz, és Magyarország területe gyakorlatilag a Dunántúl egy részére zsugorodik össze, mert a román megszálló csapatok Győrig mennek el, Győr, Veszprém román megszállás alatt áll. És ebből a helyzetből kell kijönni ennek az országnak. Az első lépés az, hogy el kell azt érni, hogy valamilyen formában az ország a béketárgyalásokra meghívást kapjon. És az Antantnak az az álláspontja, hogy akkor hajlandók Magyarországot a béketárgyalásokra meghívni,
ha Magyarországon egy olyan kormány jön létre, amely minden akkori elfogadott és elismert politikai erőt magába egyesít, az én véleményem szerint ennek az lehet talán az oka, hogyha egy olyan kormány képviselői írják majd alá azt a bizonyos békediktátumot, amit azt hiszem szerződés hivatalosan, de én úgy gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük a Trianon diktátumnak, ha abban minden politikai erő képviselve van, akkor nem mondhatja utána senki, hogy mi tiltakoztunk ellene, és mi nem akartunk, és ellene vagyunk. És amikor 19 novemberében létrejön a Huszár Károly-féle kormány, akiről azt mondja a Huszárról Aponyi Albert, aki a korszak egyik szintén meghatározó személyiséges, úgy gondolom az államférfi jelzőt megkaphatja gond nélkül, hogy azt hittük, hogy korábban nem szó szerint idézem, mert a Huszár Károly csak egy ilyen, ha így mondanám, populista fecsegő a parlamentben, és kiderült 19 novemberében, hogy egy felkészült politikus, aki mindig tudja, hogy mit kell tenni. És 19-ben elfogadja az akkori magyar politikai vezetés, fogalmazunk így, hogy részt kell venni a béketárgyalásokon, amelyre azt mondta, hogy itt nem lesznek tárgyalások, jegyzékeket kapunk majd, és vagy elfogadjuk, vagy nem. És ugyanez a véleménye a minisztertanács ülésre rendszeresen meghívott Horthy Miklósnak, aki ekkor a Nemzeti Hadsereg fővezére, és azt mondta, az Antanttal nem lehet szembe menni, megint nem szó szerint idézett, de ez a lényege, az Antant hosszú távon itt a britekre és a franciákra gondol, tényező lesz. És ennek a békedelegációnak egyik meghatározó személyisége, Teleki Pál, aki egyébként már 1918-ban az összeomláskor munkatársaival a béketárgyalásokra elkészíti az orsokat emlegetett vörös térképet, mert csak így nevezzük a színéből, ugye, az a Magyarország térkép, ahol a magyar nemzetiségű lakosságot vörös színnel ábrázolnak, hogy valamilyen érvel lehessen majd megjelenni a béketárgyalásokon. 920. január 5-én elindul a magyar delegáció, olyan senkikkel idézve őt félreértsék, mint Aponyi Albert, Bethlen István, Teleki Pál, Prazmovszky Iván, és így tovább. És amikor megérkeznek, akkor gyakorlatilag kiderül, amit Aponyi megjósolt, megkapják a jegyzékeket, hiszen a határokat már gyakorlatilag 1919 tavaszára eldöntötték, kisebb-nagyobb eltolódások lehetnek esetleg, és lehet választani, aláírni azokat a feltételeket, vagy nem. Az akkori magyar békedelegáció ott nem ír alá semmit, Aponyi elmondja sokat emlegetett beszédét, amelyben a magyar álláspontot képvisel egyrészt, hogy Magyarország tudomásul venni, ha adott esetben elcsatolnak területeket, nem ez az alapért, hiszen azt mondja, hogy egy európai és egy Kárpát-medencei egység, ahol különböző nemzetiségek valóban élnek, hiszen a magyarság százalékos arányakor 54%, a vörös térkép sem mutat többet, mert telekjék hiteles adatokkal pontosan dolgoztak. De azt mondták, hogy a vitatott területeken, amit el akarnak tőlünk csatolni, népszavazást kérünk, vagy népszavazást, és eleve elfogadjuk a népszavazás eredményét. El tudják önök képzelni, hogy Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, és itt tovább, a magyar lakosság, de Kolozsvár is, hiszen Kolozsvár még több mint 80%-a a magyar akkor. Vagy a Csalóköz, ahol azt szoktam mondani, és ne vegyék rossz néven tőlem, hogy Tótot akkor láttak, ha a drótostót hanyatt esett a környéken, azok úgy szavaztak volna, hogy a létrejövő csehszlovák államnak szeretnének a polgárai lenni, vagy Kosztolányi Szabadkáján azt mondták volna a magyarok, hogy mi mindenáron szervek akarunk lenni? Nem. Semmit nem fogadtak el, és ez a békedelegáció Teleki Pállal együtt visszautazik, és itt van a dilemma, hogy ki legyen az, aki majd aláírja ezt a békediktátumot. Ha valakit érdekel, Vizi László Tamás számos publikációban hozta a dolgokat, hogy ki miként húzócokozott attól, hogy aláírja. Azt mondták, hogy menjen egy katonaember. Mondták, az nem jó, és azt mondta a honvédelmi miniszter, vagy akkor még hadügyminiszter, hogy ő már olyan beteges, mert minden nem utazna Párizsba. A másik azt mondta, hogy nem tud jól franciául, és így tovább. És akkor lett két áldozat, Drasse Lázár Alfréd, aki egy diplomata volt, és Benár Ágost, aki tudta, Benár Ágoston, aki orvos volt egyébként, népjóléti miniszter, hogyha ők majd aláírják és nevüket adják ehhez, akkor én mondom, utólag bekerülnek a magyar történelembe, senki nem emlékezne már egyikre sem egyébként ennyi időmontából, de így megmaradt a nevük, és nálam is az egyetemen a tesztben mindig benne van, hogy tudják a hallgatók, hogy kikért által a békediktátumnak. És ennek a békediktátumnak az aláírása egy Simonyi Semadán nevezetű férfiú kormánya időszakában, amikor ő a miniszterelnök, és amikor gyakorlatilag aláíratjuk a békediktátum, azt követően nem sokkal Teleki Pál fölkérést kap arra, hogy miniszterelnöke legyen az országnak. Teleki ezt vállalja. Egyes korabeli vélekedések, mint a karikatúrák szerint, szóba jött Bethlen István is, ők nem rivalizáltak, de a legendák szerint Bethlen úgy látta, hogy ezt az űrzavaros időszakot jobb, ha Teleki vinni. Neki kopjon egy kicsit a lehetőség, vagy tisztessége, becsülete.
és Teleki Pál nagyon becsülettel áll hozzá, hiszen azért el kell mondani, hogy 19-20-ban a nemzeti hadseregből kikerülő különítményeseknek vannak olyan tettei, amelyek a nemzetközi közvéleményt is, ma így szokták mondani, egy kicsit fölizgatják, gyilkosságok és így tovább, és Teleki, elnézést azért a szója, rendet tesz. Megszünteti a különítményeket, törvényes állapotot helyreállítja Magyarországon, és akkor van egy másik kérdés, hiszen ekkora már az országnak van egy kormányzója, hiszen alapkérdés volt, hogy mi legyen Magyarországban, milyen államforma legyen, ki vezesse. És amikor 1920-ban az egyébként általános egyenlő és titkos választójog alapján megválasztott Magyar Nemzetgyűlés úgy döntött, hogy amíg nem rendeződnek a viszonyok, addig ugye Magyarország értelemszerűen királyság marad, és kell valakit egy ideiglenes államfőt választani, és az az ideiglenes államfőre Horthy Miklós, akinek a személyében a magyar politikai erők 1919 végén, 1920 elején megegyeztek, és ő volt az a személy, akit a nagyhatalmak, Nagy-Britannia elsősorban és Franciaország elfogadtak és tudomásul vettek. Apponyi Albert, akit többen próbáltak rábeszélni, hogy legyen majd államfő, azt mondta, hogy ő nem kíván államfő lenni, és a kormányzót nem azért választották be, hogy Horthy Miklós kormányzóvá, mert darutollas legények jártak a parlamentben, hanem azért, mert az ott lévő nemzetgyűlési képviselők úgy látták, ő lesz a legjobb megoldás. Akkor még mindenki azt gondolta, hogy lesz egy rövid időszak, és előbb-utóbb majd talán az uralkodó negyedik Károly is visszatér, aki 1918. november 16-án uralkodói jogainak gyakorlásáról mondott le, és nem a trónról. És Telekinek itt van az első nagy konfliktusa, ha így mondom, önmagával szemben és a politikán belül, amikor 1921-ben az uralkodó, vagy a volt uralkodó, hiszen már nincs a trónon, anélkül, én így látom, anélkül, hogy előzetesen egyeztetett volna, és körülnézett volna a világba, hogy 21-ben vajon Magyarország abban a helyzetben van-e, hogy egy Habsburg-házból származó uralkodó visszatérhet, nem magyar vonatkozásban. Mert az ország ugyan megosztott volt abban, hogy szabad király választunk, hogy mi megválasztjuk az uralkodókat, vagy Habsburg pártek legitimisták, de az uralkodó visszatérését nem fogadta el Csehszlovákia, a szerb-horvát-szlovén királyság, a románok, az osztrákok meg gondoljuk bele, azok mindjárt az elején trónfosztást mondtak ki a Habsburgházból, mindenkit kiebrudaltak, elnézést a szóért, és elvették minden vagyonukat, a magánvagyonukat is, napjainkig ugye vitták vannak erről. És az uralkodó visszajön Szombathelyre, ahol Teleki Pállal is találkozik, egyesek szerint ez szándékos volt, szerintem nem. Teleki, hívő katolikus emberként Szombaton van, ugye Busvétról van szó, és ott van Mikes püspöknél, Gróf Mikesnél, aki a szombathelyi püspök, és odaérkezik meg az uralkodó. A miniszterelnök találkozik negyedik Károllyal, tárgyalnak, és akkor azt mondja, hogy ő elindul Budapestre már, mint Teleki, hogy tájékoztassa a kormányzót. Tehát ez egy nemzetközi, bonyodalmakat okozó ügy, ha kiderül, hogy itt van az uralkodó. Most nem tudom, hogy mennyire valósak a dolgok, vagy nem, de állítólag Teleki autója többször kapott defektet, az útviszonyokat tekintve lehet, hogy jobbak voltak az utak, mint most, de az autógumi is rosszabb volt. Ebből kifolyólag Teleki később érkezett Budapestre a hírrel, bár volt telefon, tehát ez azért egy furcsa helyzet, hogy a kormányzót fölkészítse, mint negyedik Károly. És negyedik Károly megérkezik Budapestre, és a kormányzó szerintem államférfi képességeit mutatja föl, vagy államférfiként dönt, amikor sikeresen lebeszéli, megbeszéli az uralkodóval, és őt lebeszéli arról, hogy vissza akarja szerezni, úgymond most a magyar trónt, mert a kis Antantnak nevezett államok, amelyek akkor még nincsenek szövetségben, de ezután hozzá is várnak, határozottan azt mondják, hogy akkor Magyarország ellen katonai erővel lépnek föl. És Teleki, aki érzi azt a felelősséget, nem azért, hogy most fölért az autóval Budapestről, vagy nem, lemond a miniszterelnöki tisztségéről, és Bethlen István jön. Teleki ezt követően, én így fogalmaznék, visszavonul a napi politikától. Viszont meghatározó politikusa marad és kiemelkedő képességű személy a magyar társadalomnak, hiszen 1922-ben főcserkész lesz, később az Ötvös Kollégium kurátora lesz, 1925-ben meghatározó szerepe van a moszuli kérdésnek, egy olajmező kérdésének oda vagy hova ítélése kapcsán, nemzetközi tekintély. Ugye Teleki jól beszél, vagy mondhatnánk kitűnően németül, franciául, angolul, spanyolul, nem okoz neki olaszul sem megszólalni, illetve görögül sem. És hát a latin ugyanaz nem egy élő nyelv, de egyesek szerint a szükség lett volna, a latinul is tudott volna egy beszédet megtartani. Tehát Teleki Pál, ha szabad így mondani, kilép a nemzetközi porondra, hiszen ahogy az magyar arisztokrácia
gyermekeinek döntő többsége, ő is a fiatal 10 és 20 éves korában bejárja a fél világot. Jár az Egyesült Államokba több hónapon keresztül, tanulmányutakat tesz, és így tovább. És Teleki elsősorban a közoktatásra figyel, és a tudományos életben akarja, vagy próbálja megtalálni a lehetőséget. De aztán visszatér a politikába, hiszen 1938-ban ugye Ivrédi kormányban miniszter. De van egy dolog, amiről nem szabad megfeledkezni, és ez Teleki Pál személyével és megítélésével kapcsolatban állandó vita. 1920-ban megszületik a Nemzetgyűlés által elfogadott 25. törvénycikk, amelyet egyszerűen vagy leegyszerűsítve numerus claususnak szoktunk nevezni, amely arról szól, hogy rendelkezik a törvény a tudományegyetemekre, a műszaki egyetemre és különböző akadémiákra való beiratkozás lehetőségéről a hallgatók számára, és azt mondják ki, hogy az országban élő nemzetiségek és népfajok az országban százalékos arányoknak megfelelően kerülhetnek be ezekbe a felsőoktatási intézményekbe. Ez a törvény gyakorlatilag a magyarországi zsidóság számára okoz nehézséget és számára elfogadhatatlan, hiszen a korabeli felmérések szerint az országos átlagban kb. Az ország lakosságának 6%-át kitevő izraelita, és itt a zsidó ugye kettőt még egyenlőtt, még nincs későbbi törvény, tehát itt zsidónak azt tartják, aki izraelita hitfelekezethez tartozik, és abban az időszakban, abban az időben mindenkinek fel kellett tüntetni a felekezeti hovatartozását mindenféle hivatalos okmányban, és az egyetemek, ha megnéznek, egyetemi és egyéb középiskolai, gimnáziumi évkönyveket, vagy bármit ott lesz, hogy izraelita, RK és így tovább. Na most ez azt jelenti, hogy a magyarországi zsidóság, amely 15-20-30%-kal van jelen orvosi karokon, a tudományban és így tovább, 6%-a kell, hogy ilyen értelemben redukálja ezt az arányt. De mondom, akik a hitfelekezethez tartanak, hogy kikeresztelkedettek, ez nem vonatkozik, és a törvényben sem található meg ez a kitétel, hogy zsidó. Természetesen ezt szokták szemembe vetni nagyon sokan, hogy igen, de végrehajtás, utasítás, egyebek. Itt a nagyobb probléma inkább az, hogy a magyarországi zsidóságot, amely emancipáltnak tekinti magát és a magyarsághoz tartozónak, a nemzetiségek köré sorolják be, tehát német, román, szlovák, szerb és így tovább. Tehát ez, ami igazán sértő számukra. Hozzátéve az, hogy ez a döntés nem úgymond faji alapon történt, hanem erősen befolyásolta a döntést az, hogy Magyarország területére beözöllöttek, ide menekültek 400 000 körülbelül az elcsatolt területekről, és akkor egyébként az egyetemi életben kb. 15-20 000 hallgató van az egész országban, majd egyetemen többen vannak, mint 20 000 egy nagyobb egyetemen. És ez az, ami sérelmes, de ugyanakkor ilyen törvények vannak az Egyesült Államokban, jóval korábban az akkori a cári Oroszországban és Európa más országaiban is, és ez állandó problémát és állandó vitát jelent Magyarországon, aztán a 20-as évek második felében ezt a törvényt, hogy így mondja, megváltoztassák, és ezek az arányok is változnak. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nem tartották be mindent az előírásokat. Ha valaki megnézte a Pécsi Orvosi Egyetem akkori orvosi karán az izraelita hallgatóknak a százalékos arányát, a numerus clausus időszak után 15-20-30%-a volt a vidéki egyetemeken, mert nem egy esetben nem volt annyi hallgató, akit fel kellett venni, és az egyetem vezetés, mert az egyetem döntött erről, beúgt a szemét, és nem érdekelt, hogy ki hova tartozik. De Teleki Pál személyének és az ő későbbi megítélésének, és most előre úgy egy mondat erejé, hogy hol állíthatják fel a szobrát, Budapesten a Sándor Palota előtt vagy nem, ez is egy meghatározó eleme van. De Teleki 1938-ban visszatér az Imrédi Béla nevével fémjelzett kormányba, vallás- és közoktatásügyi miniszter lesz. Hiszen az a terület, ami számára fontos és lényeges. De Imrédi kormánya elég gyorsan megbukik, hiszen Imrédi politikai nézete és a kormányalakítási elképzelése, vagy a kormányzása a kormányzónak nem felel igazán meg, és megtalálják az okot. Egyik dédnagyapjáról kiderül, ugye, hogy izraelita felekezete az zsidó származású, és Imrédi, miután már létezik a zsidó törvény, amely ugye azt mondja ki, hogy a különböző foglalkozási ágokban meghatározott, melyekben 20% lehet az izraelita vagy a zsidók száma, és itt az izraelita és a zsidó ugyanazt jelenti, tehát a kikeresztelkedett megint nem tartozik ebbe a kategóriába, és ezután kap Teleki Pál megbízást arra, hogy ő legyen Magyarország kormányfője, miniszterelnöke. És itt a másik kérdés, ekkor fogadják el az úgynevezett második zsidó törvényt, amely azt mondja ki, hogy itt már 6%-ban húzzák meg a határt, tehát 6%-ban lehet különböző foglalkozási ágokban zsidó személyeket foglalkoztatni,
és itt meghatározzák, hogy ki a zsidó, tehát hogy ki 1919 előtt már kikeresztelkedett, nem aki később az igen, és így tovább. Hát a törvényt meg lehet nézni, tehát ott pontosan idézik. És ez az a pont, ami Telekinek megint a szemére vetnek és szemére állnak, ezt elfogadja. Hozzá kell tenni, hogy ezt a törvényt, hogy Magyarországon minden törvényt mindenki igyekszik kijátszani, kijátszották, de tévedhetetlen is tény, hogy ez a törvény megszületett. A kijátszás az volt, hogy addig aki a ügyletvezető volt, az vett át a céget, és utána, mint hogy Kertész Imre írja az emlékezőn, bocsánat, a sorstalanságból, akkor az édesapának hozta mindig a aladár, aladárnak nevezték a magyar üzletvezetőket, akik átvették az üzlet, minden héten hozta megfelelő összeget, amit az üzletből ugye a tulajdonos, a korábbi tulajdonos adott esetben megkapott. De minden esetre Teleki Pál esetében ez az a két dolog, amit rendszeresen felvetnek és a szemére állnak. De kevesebbet szólnak arról, hogy Teleki Pál úgy vélekedett 1939-ben nagyon határozottan, szeptember 1-éről van szó, amikor Németország és Szlovákia megtámadja Lengyelországot, majd szeptember 17-én a Szovjetunió is, hogy Magyarország ebben a háborúban nem vesz részt, nem fordul szembe a lengyelekkel, és a német kérést, miszerint Magyarországon német csapatok vonulhassanak át, vagy katonai szerelmények, Teleki visszautasítja. Magyarország nem engedheti ezt meg, és Teleki Pál miniszterelnöksége alatt lengyel menekültek tízezren érkeznek Magyarországra, polgári és főleg katonai személyek, akiket a nemzetközi jog előírásai szerint fogadnak, a katonáknak értelemszerűen le kell tenni a fegyvert és a hadfelszerelést, és Magyarországon helyezik el őket internáló táborokban. Az internáló tábor nem egy esetben Balaton melletti szállodát, panziót jelent, és így tovább. Nagyon sokat föl lehetne hozni, én Somogyból származom, volt Lengyel-Tótiba, Balatonföldváron, Balaton-Bobláron, ahol Telekinek szobra lehet, amit a lengyelek küzdöttek ki. Azok a lengyelek, akik nem felejtették el, hogy 1939-ben Magyarországra jöhettek lengyelek, mitől Magyarországon 1944-ig az ország német megszállásai lengyel gimnázium működött Balatonbogláron, és az ott végzetteket boglárcsikoknak nevezik Lengyelországban. És ezek nem felejtették el Teleki Pált, Osváth Lászlót, idősebb Antal Józsefet, Horthy Miklóst, Keresztes Fischer Ferencet, mert ha megnézik, ezen személyeknek Varsóban is számos lengyel településen utcája van, vagy róluk elnevezett utca van, illetve vannak emléktáblák és szobrok is. Teleki Pál 1939-ben, ha szabad így fogalmazni, a világháborús időben próbálja meg ennek az országnak a lehetőségét megtalálni. Mert Magyarország rákerült Trianonban egy olyan kényszerpályára, amiről letérni nem igazán lehetett, hiszen azok a próbálkozások, amelyek a 20-as évek elején a britek és a franciák fele irányulnak, eredménytelenek. Az olaszok azok, akik 27-ben úgymond felkarolják a magyar ügyet és megállapodást, egy szerződést kötnek az országgal, majd jön Németország. Nem azért közeledik Magyarország a nemzeti szocialista Németországhoz, mert nemzeti szocialista eszme a meghatározó számára és Adolf Hitler szeretik, hanem azért, mert az ország kimondja, hogy a trianoni, bocsánat, a versailles-i békerendszer felszámolandó, elfogadhatatlan, amit 1919 és 22 között a nagyhatalmak hoztak, és újra kell tárgyalni ezt a dolgot. 1938-ban ennek van realitása is egyébként, gondoljanak a Müncheni egyezményre, aminek következtében lesz egy első bécsi döntés és visszatér a felvidék egy része, hogy aztán 39. márciusában Kárpátalja kerüljön vissza Magyarországhoz, és azt követően pedig jön a másik nagy lépés, Észak-Erdély és a keleti ország része. 1939-ben és 1940-ben Magyarország úgy érzi, hogy lehetősége van a revízióra, és ekkor Teleki Pál is így látja ezt a kérdést. És amikor 1940-ben a akkori Szovjetunió a románoknak egy ultimátumot ad el, és megkéri őket, hogy 24 óra alatt ürítsék ki azt a területet, Beszarábiát, Bukovinát, amit ők maguknak gondolnak, mert az egykor a cári birodalomhoz tartozott, a románok felvetik, hogy kéne tárgyalni, azt mondják a szovjetek, akkor, bár ugye ez egy furcsa dolog, hogy tanács, ugye a szovjet, mondjuk de mindig azt szoktuk mondani, mert az oroszok azok mások, mert ez egy nemzetiség, a szovjet meg a fene tudja micsoda. Minden esetre azt mondják, hogy ez nem tárgyalási alap, és bevonulnak erre a területre. És akkor azt mondja Teleki Pál, ha a Szovjetunió Romániával szemben ilyen lehetőséggel élt, akkor Magyarországon is lépnie kell Romániával szemben. És miért? Mert 1939. szeptember, augusztus 23-a óta létezik egy Molotov-Ribbentrop, vagy Hitler-Stalin paktum, amelynek értelmében ez a két európai nagyhatalom felosztja Európát maga között. A Szovjetunió megkapja Finnországot, a balti államokat, Romániát, Bulgáriát, mint érdekszférát, Lengyelországot pedig kettőosztják, a németeknek még marad a többi. És Teleki azt mondja, ha a románok engednek a szovjeteknek,
akkor mi miért ne lépnénk föl? Mint több, még az is fölmerül 1940 elején, hogy Magyarország működjön együtt a Szovjetunióban. 39-ben megszakítják a Szovjetunió Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatokat, de a lengyel háború után ezek visszaállnak. És Teleki sütem tartja, hogy mondjam, ördögtől való dolognak, hogy együttműködjön a bolsevikokkal vagy Sztálinnal Erdélyért. De itt van a vita a katonai és a politikai vezetés között, mert az Erdélyért való együttműködés alapvetően a katonák elképzelése. Teleki Pál magyar megoldást gondolna inkább a Szovjetunió hallgatólagos tudomású vételével, mert úgy érzi, ha a németek segítségével tudjuk ezeket a területeket visszaszerezni, akkor a németek felett teljes elkötelezettség lesz. És Teleki, aki ez egy világlátott és egy világban tájékozott politikus, látja az erőviszonyokat. Azt tudja, hogy a brit birodalom független attól, hogy a britek épp ugye rettegnek, hogy a szigetek vajon elfoglalják a németek, vagy nem, hiszen zajlik már a háború a britek és a németek között is. De Teleki azt mondja, hogy egy világbirodalmat nem biztos, hogy Európa közepéről, vagy akkor mondták, nem tengeri hatalom, nem maritim hatalomnak sikerül legyőznie. Bert Henrik viszont én azt kell mondanom katonaként, nagyon helytelen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a magyar királyi honvédség nincs olyan helyzetben, fegyverzeti és kiképzési helyzetben, hogy a román király haderőt megverje egyedül. Hiszen gondoljanak bele, 38 után indul el a magyar honvédség fejlesztése. A trianoni békediktátum 35 ezer fős haderőt engedélyezett Magyarországnak. A győri programnak még csak látszanak az eredményei. És ekkor jön a megállapodás, hogy nem érdeke sem Németországnak, sem Olaszországnak, hogy Magyarország és Románia között fegyveres konfliktus, és tárgyalásokat javasolnak és ajánlanak. És megindulnak a tárgyalások a két ország között, Szörényváron, vagy a románok mondják Turnus Severinben, és a magyar delegáció, amelyet Hóri András vezet, aki külügyminiszter helyettes volt, aztán volt Varsói követ, előtte volt a Szentszéknél követ, volt Belgrádba követ, és 1919-20-ban nem követként, de ő állítja föl a bukaresti magyar külképviseletet. Olyan utasítással, olyan ajánlással megy el, hogy mindent vissza kell kérni, azt a 102 ezer négyzetkilométert, amely nagyobb, mint a mai Magyarország, amit Románia megkapott a trianoni békediktátumban. A románok természetesen ennek a töredékét sem akarják visszaadni. A magyar fél egyébként úgy látja, hogy a minden vissza alapból ugye le lehetne menni egy olyan 60%-ra, az is elfogadható a számunkra, mert azt is el kell mondani, hogy teljesen igazságos döntést, ha most a lakosság összetételt a nemzetiségi viszonyokat tesszük, nem lehet megtenni, már akkor sem lehetett megtenni. Ha megnézik a vörös térképet is, vannak olyan részek, és most a Székelyföld ugye egy külön terület, de a Székelyföld és a több magyarság között vannak olyan területek, ahol bizony a románok vannak többségben, Észak-Erdély, Dél-Erdély. A tárgyalások nem vezetnek eredményre, mert a románok néhány ezer négyzetkilométert gondolnak, és fölvetik a lakosságcsere kérdését. Tehát a magyarországi románok átmennének Romániába, hogy átteletik az ottani magyarokat ide. Most erre azt mondták a magyarok, hogy rendben van, de mindenki vigye magával a földet is. Na most, ha belegondolnak, Mékerék környéken nem voltak annyi földek, amit elvittek volna a románok, mint adott esetben az erdélyi magyarság területén, és kisiklanak, megakadnak a tárgyalások, és fegyveres konfliktus fenyeget, mind a két fél mozgósít és felvontatja a haderejét, és akkor Hitler dönt. Nincs fegyveres konfliktus, tessék, tárgyalni nem sikerült, akkor jön a döntés. Mi azt mondjuk, hogy a románok kérték a döntést, a románok azt mondják, hogy mi már, mint a magyarok. Én azt gondolom, mind a két fél ezt gondolta a leghelyesebbnek. És Bécsben, ahol korábban sikeres volt a felvidék visszatérése, megszületik a második bécsi döntés, amelynek értelmében Magyarország több mint 40 ezer négyzetkilométert kap vissza. A keleti ország részek, Észak-Erdély és a keleti ország részek így szerepelt törvénybe, amikor törvénybe foglalják, hogy visszatértek ezek a területek. De az ott élő lakosságnak alig valamivel több mint 50% a magyar. Miközben Dél-Erdélyben szintén jelentős számban több százezer magyar maradott. Teleki, aki ott van Bécsben, de nem ő vesz részt a döntésben, hanem a külügyminisztere Csáki István, tehát ő kvázi megfigyelőként van ott. Az emlékezések szerint hazafele az úton azon gondolkodik, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségről. Mert úgy érzi, hogy egy olyan döntés született, amelyet én úgy szoktam fogalmazni, mindkét fél elégedetlenségét kivívta, a magyar fél kevésnek találta, amit visszakapott, a román fél túl soknak, amit elvettek, úgymond tőle, pontosan, amit visszaadtak nekünk. De a másik az, hogy Teleki úgy érezte, hogy ezzel a döntéssel Magyarország egyértelműen a németek, hogy így mondjam, járszalagára kerül. Nem ezt a szót használta nyilván, mert vajon képes lesz-e ellenállni, és miként lesz képes mozogni az európai politikában, ha nem is a világpolitikában Magyarország. Azonban Telekit mégis meggyőzik arról, hogy maradjon.
és marad a miniszterelnöki tisztségében. És jön egy újabb lépés Magyarország, illetve Teleki részéről 1940. decemberre, hogy a délszláv állammal is valamilyen formában rendezni kéne a viszonyokat. És ekkor köttetik meg a Magyar-Jugoszláv barátsági szerződést, amelyet egyesek örök barátsági szerződésnek szoktak nevezni. Ha megnézik ezt a törvényt, nem tesz ki egy áloldalt összességében a törvény szöveget, mindössze arról van benne szó, hogy az aláíró felek között örök békés barátság állja föl, és a vitás kérdéseket tárgyalás után rendezi. Minden nemzetközi szerződés így kezdődött, de 1945 után, amikor Magyarországot el kellett ítélni, hogy miért lépett be Jugoszláviában háborúba, akkor sokkal jobban hangzott az, ha örök barátság volt. Még nagyobb ereje volt annak a szerződésnek, mint egy normálnak, még nagyobb az ember volt Teleki Pál és a környezet. 1940. decemberében aláírják ezt a megállapodást. Sikernek tűnik, hiszen olyan brit jelzések jönnek meg Magyarország. A brit-német háború ellenére a diplomáciai kapcsolatokat tart fönn az Egyesült Királysággal, és az a jelzés jön, hogy ezek szerint Magyarországnak van egy sajátos mozgástere, és Magyarország Teleki úgy véli, hogy a jugoszláv államon keresztül a nyugat fele egy kis kaput vagy egy ablakot tarthat fönn. A németek meg azt mondják, azért jó ez a szerződés, mert a magyarokon keresztül majd befolyásolhatják a jugoszlávokat, akiket sikerül is, hogy így fogalmazok, befolyásolni, mert 1941. márciusában aláírják a három hatalmi egyezményhez való csatlakozást. Ez az az egyezmény, amelyet Németország, Olaszország és Japán kötött, azzal, hogy a jelen folyó háborúban, ha a háborúban részt nem vevő felek közül, akik a szerződést aláírják, valaki megtámadja, a többi a segítségére csinál. És ez is volt a második bécsi döntésnek egyik hozadéka, hogy Magyarország elsőként csatlakozott, vagy kellett, hogy csatlakozzon ez a szerződéshez, és emellett még hozzá kellett járulni ahhoz, hogy a magyarországi német kisebbséget, a magyarországi németeket egyetlen egy szervezet, a Volksbund képviselheti hivatalosan és legálisan a magyar kormányra szemben, amelyik a német állam támogatásán bírja. De visszatérve márciusra, a jugoszláv kormány képviselő aláírják a csatlakozást Bécsben, mert akkor Bécs ugye már Németország részét képezi, meg Ausztria. És mire hazaérnek Belgrádba, már egy katonai puccs van, amelyik eltávolítja őket a hatalomból, amelyben a britek és a szovjetek keze, ha szabad így mondani, benne van. És akkor megszületik a német döntés, hogy Jugoszlávia helyzetét rendezni kell, ami azt jelenti, hogy Németország ezt az államot meg kívánja támadni. És itt jön Teleki Pálnak az óriási gondja és dilemmája, hogy egy ilyen helyzetben mit tehet egy magyar politikus vagy egy államférfi, milyen lehetőségei vannak. Gondoljanak bele! Március végén a német katonai vezetés képviselői rendszeresen tárgyalnak a magyar katonai vezetéssel, és jelzik, hogy itt Jugoszlávia ellen egy hadművelet indul meg, amelyben szeretnék, ha Magyarország részt venne, magyar területen átengednének német csapatokat, és a magyar honvédség is feladatokat kapna. Ezért Magyarország visszakaphatja az elvesztett délvidéki területek egy részét, ne adj Isten még adott esetben a Bánátot is, amelyre egyébként a románok is igényt tartanak. És gondoljanak bele, ott van Teleki Pál, aki 20 éve következetesen a revízió híve és meghatározó alakja, kap egy lehetőséget az ország, hogy visszaszerezze ezeket a területeket, és erre azt mondaná Teleki Pál, hogy köszönjük mi nem. Abban a pillanatban szerintem politikai halott. Hiszen Magyarország 38 és 41 között sikeres ország a területi visszacsatolásokkal. Hogy a honvéd vezérkar főnöke később írta, Szlovákia nem tényező, Románia meggyengült, és Jugoszlávia is itt van, Lengyelország nincs. Európa közepén Magyarország az akkori viszonyok között nem partner és nem tényező Németország vagy Olaszország vagy a Szovjetunió szembe, de mégis tényező. És mi legyen a teendő? Mit lehet tenni? Teleki, aki gondolkodik egyrészt azon, hogy ebben a helyzetben talán meg kéne teremteni egy emigráns kormánynak az alapjait. Hogyha itt Magyarországot netán a németek megszállnak, akkor legyen egy emigráns kormányban, a lengyelek elmenekültek és így tovább. Pénzalapot hoznak létre az Egyesült Államokban. Egy jelentős dollárösszeggel, hogy az majd a kormány rendelkezésére áll. Később Teleképp ezt a döntést visszavonják, a pénz visszajön. A másik, tájékozódni a briteknek, hogy vajon a briteknek mi lesz a reagálásuk. Ekkor már Churchill, és nem Chamberlain a miniszterelnök, ő másként látja a helyzetet a brit szigetről, független attól, hogy nehéz helyzetben vannak, és a magyar követ Telekinek olyan választ küld, hogy a britek részéről, amennyiben Magyarország részt vesz a Jugoszlávia elleni hadműveletekben, hadat üzennek Magyarországnak. Na most hozzá kell tennem, hogyha belegondolnak 41. március-áprilisában,
A német szorításban lévő és épp az életért harcoló Brit-szigetről vajon, ha jön egy hadüzenet, akkor milyen tényleges katonai dolga számolhatott volna Magyarország? Hogy majd a britek átrepülik Európát és bombázzák Budapesten? Nem valószínű. És mint kiderült, Barca Györgynek, a londoni követnek a távirata sem egészen volt pontos, mert nem volt azért hadüzenetről szó, hanem valami diplomáciai kapcsolat megszakításáról. És ez következik majd be később néhány nappal Teleki Pál halála után. Teleki 1941. április 1-én még ott van a legfelső honvédelmi tanács ülésen. A legfelső honvédelmi tanács nem más, mint a kormányzóval és a honvéd vezérkar főnökével kibővített miniszter tanács, ahol ilyenkor a kormányzó elnök. És megszületik a döntés ezen a miniszter, ezen a legfelső honvédelmi tanács ülésen, aminek az a lényege, hogy amennyiben a jugoszláv területen az ott élő magyar kisebbséget atrocitások érik, ha a jugoszláv állam széthullik és politikai vákum keletkezik, akkor a Magyarország vagy a Magyar Királyi Honvédség beavatkozik az ott élő magyarok védelmébe és tovább. És a kormányzó meghozza a döntést, azt mondja, a vezérkar főnöke és a miniszterelnök egyezik meg a részletekben. Április 1-én. Nárai Antalnak, aki akkor a legfelső honvédelmi tanácsnak a vezértitkára, 1945. májusában írt kis emlékezésében van, amit még 88-ban tettem közé az Rényi Kiadó egyik sorozatában, aki lerajzolta még azt is, hogy ki hol ült az asztalnál, melyik miniszter és ki mit mondott. Ez volt a lényeges döntés, egyezzék meg a miniszterelnök és a honvéd vezérkar főnöke. És ez az a pillanat, amikor én így látom, és nyilván különböző variációk vannak, és nyilván önök között, és mi történik Teleki Pállal, hogy ez a pillanat, amikor Teleki Pál, ha szabad így mondani, meghasonul önmagával. Aki egyébként depresszióra hajlamos ember, majd ha megengedik, idézek egy 1929-ben írt végrendeletéből, mi volt a 29-ből, amikor megjött, hogy mi történik vele, az egykori titkárnál, Pince Péternek, aki felfedezi ugye a halálát a Budai Várban, hogy vajon neki, ha azt mondja, hogy nem, akkor mi történik? Ha azt mondja, hogy igen, akkor mi történik? Egy biztos, az ország nem fog lemondani arra a lehetőségről, hogy azokat a százezreket, amit magyarok és elvettek tőlük, visszakapják. És Teleki az én megítélésem szerint valóban elköveti az öngyilkosságot, és ezzel az ő pályafutása itt lezárul, az emléke viszont tovább él. És most már megengedik ez az idézet, ezt felolvasnám, mert ezt pontosan kéne idézni, és nem akarok fejből szamárságot mondani, biztos mondtam eleget. 1929-ben a következő írja, január 8-án, 29. január 8-án, nem miniszter, nem miniszterelnök, és így tovább. És ez egy depressziós hangulatában született dolog. Temetésem a legegyszerűbben, titokban, reggel 7 órakor történjék. Azon a napon a papon kívül csak te vegy részt. A távirat iroda útján közlendő, hogy koszorút senkinek küldjön, és a temetésre senki nem jöjjön el. A cserkészek és az egyetem ifjak röviden értesítendők, hogy maradjanak otthon. Az egyetem értesítendőit, a Budapesti Gazdaság és Műszaki Egyetemről van szó, az egyetem értesítető, hogy onnan temetnek, hogy nem onnan temetnek. A professzorok is maradjanak otthon. Vigyenek ki mielőbb a halottasházba, hogy itthon ne zavarjuk. Gyászjelentés nem nyomtatandó, síromra sem most, sem később emléket ne tegyenek. A szokványos temetési gondoskodáson kívül máshol ne gondoskodjanak. Barátságodat még egyszer szívből köszönöm. Ez a titkárának, Ince Péternek szólt. Április 3-án 41-ben bontotta fel ezt a végrendeletet Telekitől. Természetesen vannak olyan vélemények, hogy Teleki Pált a németeknek el kellett tenni az útból, a láb alól. Sokféle variációval találkoztam saját magam is. Olyat is olvastam néhány évvel ezelőtt, hogy egy idős ember, és Stuttgart melletti idősek otthonában egy altesz ember, azt mondta, hogy nem tudja magába tartani, mert tovább a titkot bevallja, ő ölte meg, ő gyilkolta meg Teleki Pált. Ez úgy történt, hogy Göringgel ide repültek, fölmentek tárgyalni a Sándor palotába, majd amikor Teleki nem úgy viselkedett, hogy Göring elvált, a szót neki, elővette a köpeny alól a géppisztolyt és lelőtte. Most ilyen variációkkal nagyon sokkal találkoznak. És miért? Mert nehezen volt elképzelhető, hogy egy hívő katolikus ember, aki meggyónt és így tovább, az adott esetben miért követel öngyilkosságot. Én azt gondolom, hogy Teleki Pál nem a felelősséggel akart elmenekülni, hanem nem tudta feloldani azt a problémát, amit én önöknek próbáltam vázolni, és én így látom, amivel nem szükséges egyetérteni, hogy van egy lehetőség, hogy az ország visszakapjon valamit, ugyanakkor van egy szerződés, amelyet adott esetben mi megszegnénk,
és vajon mi lesz ennek a következménye? Mi lett a következmény? Tereki hatalmát úrnál egyébként az ő visszafogott, semleges irányba mutató politikát próbálja folytatni Bárdossy László, aki kormánynak külügyminisztere lesz Csák István halála után, és április 6-án a német csapatok átvonulhatnak Magyarország területén, amire a jugoszláv haderő, légitámadásokkal válaszol, de a magyar honvédség akkor nem válaszol, vagy nem indul meg. Viszont amikor 1941. április 10-én Horvátország kikiált önállóságát és függetlenségét, és kimondják, hogy Horvátország önálló állam, ezt úgy értelmezik Magyarországon, én ezzel az értelmezéssel egyébként egyetértek, hogy megszűnt az az állam, nemzetközi jogi értelem és minden értelem, amellyel szerződést kötött Magyarország, tehát a szerződés bennünket nem kötelez. A szerződéseként az, amit említettem önöknek, a vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezünk. És örök békebarátságát. És április 11-én, nem azért, mert József Attila meg Márai Sándor születésnapja, megindulnak a Magyar Királyi Honvédség csapatai a szétesett jugoszláv területekre, azzal a szigorú utasítással, hogy nem lehet átlépni az egykori magyar-szerb határt. Tehát nem hódítani megyünk és szerb területeket elfoglalni, hanem a tőlünk elvett területeket visszaszerezni. Nem is történnek ilyen lépések, van, ahol átlépik a határt, mert nem tudják pontosan, hogy itt ment korábban a határ, de szigorúan tilos volt, mert nem más területét akarjuk megszerezni, a miénket akarjuk visszaszerezni. Teleki Pál egyébként ugye a temetése és a búcsúztatása nem egészen az volt, amit ő leírt, de ő ugye előbb a filmjétől Kerepesi úti temető, mert szokták mondani, hogy a Kerepesi temető, az Kerepesen van, a Kerepesi úti meg itt van Budapesten. Ott temették el, és később ugye gondolom nagyon sokan jártak a sírjánál, Gödöllő Mária Besnyén van az ő sírja, ahova egyébként néhány évvel ezelőtt ő unokáját, Teleki Gézát, ifjabb Teleki Gézát is eltemették. Tehát eltűnt a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó politikusa, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igaz van Pritzmár kollégámnak, aki azt írta, hogy azok a mondatok, amiben Hortitól búcsúzott, legalábbis ezek a Teleki levelek, és itt szó szerint szeretném idézni, lettem a papírt, hullarablók lettünk, a legmocsosabb nemzet, írta a kormányzóhoz. Azonban itt hozzá kell tenni a Pritzmár, hogy nem lettünk hullarablók, és nem voltunk a legmocsosabb nemzet, hiszen azt a jugoszláv államot, amely ott szétesett akkor, soha nem tudták felállítani. Tito akart egy jugoszláv államot, de soha nem lett jugoszláv állam. Nézzék meg, hogy hány ország és állam létezik ezen a területen. És úgy gondolom, hogy azok a magyarok, akik örömmel fogadták a délvidékre való magyar csapatok bevonulását, azok nem legutolsó hullarablóknak, és nem tudom, minek tekintették az akkori Magyar Királyi Honvédséget, vagy magyar államot, hanem olyanoknak, akik felszabadították őket egy közel, vagy valamivel több mint 20 esztendős rabiga alól, ahol a jogaik messze csorbultak, és ahol azt kell mondani, hogy ők, akik ott éltek, kisebbségnek számítottak, és másodrangú állampolgároknak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Teleki Pálnak a tevékenység és működése, főleg a 39-41 közötti, az, amit a lengyelek érdekében megtett, és az, amit Magyarország érdekében megtett, hogy visszatér gyakorlatilag, ugye Kárpátalja, az már Teleki időszaka, Észak-Erdély a keleti országrészekhez, ez feledhetetlen, és én azt gondolom, ha méltatlanul Budapesten nem is állíthatták fel a szobrát, Balatonbolgáron ott van a templom mellett, és aki arra jár, menjen be. Nemrég jártunk arra, és azt látni, hogy nemzeti színű szalaggal, magyar nemzeti szalaggal, és lengyel szalaggal és lengyel koszorúkkal mindig emlékeznek arra a személyre, aki egy személyben volt kitűnő egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia tagja, ötös kollégium kurátora, és elkötelezett a magyar nemzetért tenni akaró férfiú, akinek az élete végére így került pont, de kitörölni a nemzet emlékezetéből nem lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmet!